cserébe a hit, mert a haza kereszted is, betlehemi csillagod is, hiába tiporták, adakért, hiába tiporták, adakért, mert a haza, mert a haza, te magad vagy. Az Isten kegyelmeteket szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Én is ebben az iskolában jártam, és itt az udvaron, ahogy most itt a sok csemetét látom, mondjuk, hogy lazítottunk. A tantermekben tanultunk, itt egy kicsit letehettük a batyút. Ez azt jelenti, hogy test, szellem, lélek harmóniájából mindegyikből kaptuk a megfelelő útravalót, jó kezekben voltunk, és a csemeteink most is jó kezekben vannak. De a felelősségteljes apukák és anyukák szeretnénk lenni a szülőkből, akkor azt gondolom, hogy nem törődhetünk csak ebbe bele, nem dőlhetünk hátra, és nem hagyhatunk mindent a tanítóinkra. Azt hiszem, hogy nekünk lélek útján van dolgunk, lelkesíteni kellene tudni a gyermekeinket. De mégis milyen az a lélek? Itt ebben az iskolában is hallhattuk, hogy nem sokasság, hanem lélek, és szabad nép tesz csuda dolgokat. De úgy Zrínyi ezt hogy élte meg? Ő azt mondta, hogy kit kívánok oltalmamra, micsoda nemzetet? Azt mondom, a magyar kívánom, mert a legrátermettebb, a legbátrabb, a leggyorsabb is akarja a legvitézebb nemzetség. Egy nemzetnél se vagyunk alávalóbbak, és ha kevesen vagyunk is, nem olyan kevesen azért, hogy a törökebekkel meg ne bánassuk, hogy oly semminek tartott minket. Ebből a lélekből egy kicsit találunk magunkba, kicsit fejlesztjük, és egy kicsit tudjuk közvetíteni az utánunk jövő nemzedéknek, akkor azt gondolom, hogy ezt az országot, ezt a nemzetet jó kezekben fogjuk hagyni. Fekete István gondolatával köszöntöm Önöket nagy tisztelettel és sok szeretettel a Túri Vitéző Oskola hagyományőrző közössége által kezdeményezett címeravató ünnepségen, ahol az iskola nevét is azó Zrínyi család történelmi címerét helyezzük el és adjuk át a jövő generációjának. Őseink életében az örökül kapott hagyományunkban rendkívül fontos szerepet játszott a családnévadás és a címerválasztás, mert ő szerintük mindez egy közösség létezésének bizonyítéka, az életük forrása. A címer a nyugati keresztény civilizáció és a lovagi kultúra szülötteként egyedi, nemzeti, a történelmi hagyományokban gyökerező jelkép, amelyet egy család, intézmény vagy testület a saját maga identifikálására ölökletes állandó jelleggel használ. Így nem csak elvont jelkép, mivel hajdan az élet számos területén felbukkant, például a lovagi tornák résztvevői, sasdiszük, címeres pajzsuk segítségével különböztették meg, a csaták után az elesettek címerük alapján azonosították, egy család várának bástyáin ott díszelektek, hiszen a jelvény jelenítette meg az egyén közösséghez való tartozását, egy dinasztia nemzeti érzéseit és hűségét. Ettek és aludtak vérmocskolt a nyergen, jártak éjjel-nappal sok nehéz fegyverben. Nem kérdezték, sok-e az ellenség, olvasatlan próbáltak szerencsét. Tudták, a szerencse mindig ahhoz pártol, kinek szíve még a halálban is bátor. Elfogytak, elzültek, ottan, ottan. Szép országok hevert, elhagyottan. Felveré az Istennek mindenféle gyoma, égtelenné tette török tatár nyoma. Rongált zászló lőn az ő formája, nem volt annak színe, sem fonákja. Itt, amott sötét lett rajta egy-egy vérfolt. Szép zászlónk, az ország, váznál nem egyéb volt. E becsett zászlónak, a hazának védelmében hányan elhullának? Vérökben a rúdját hányszor megferezték, régi ősapáink, de el nem ereszték. Így a zászló ránk örökbe maradt, ránk hagyják azt erős átok alatt, hogyha elpártolunk attól, ne legyen az Isten, Istenünk azon túl. Most telik be, vagy soha ez átok, a zászlót ne hagyjátok, ha minket elfú az idők zivatarja, nem lesz az Istennek soha több magyarja.